fegyverek, ejdolonok, formolás, tenóampok a kapcsolatban kérdezzétek. Nekem van a tenóampot, akarok összerakni. Oké, tehát itt van The Hunter, és ez szerintem nem a Halló? mi Hunterünk. Kérdezte azt, hogy a tenóra Nincs. hol és mit kell csinálni, hogy legyen rá fegyverem. Tehát elsősorban az egyik patch óta a tenódra kapsz egy alapfegyvert, ami így néz Mondom. ki. Az az alapfegyverre kicsit macera egy dolonra vadászni, de működik a dolog. A kicsire mindenképp működik a dolog, és akkor ezt meg tudom neked mutatni, hogy hogy néz ki. És utána bemegyünk Cetusra, és megmutatom, hogy mit hogyan tudsz összeállítani. Szóval itt van, melyik az? Ez a Mode Amp, azt alapból kapod a tenóra, és itt be tud rakni. De a többit viszont Cetuson össze kell állítsd őket, és minden ilyen tenó fegyvernek három alkatrésze van. Úgynevezett Prism, Brace és Scaffold, de mindjárt rátérünk, mert megyünk le. Fast Travel Option, akinek kell, és ahol a tenó fegyvereket lehet intézni, az a Quill Onko. És akkor oda tudsz teleportálni a Quill Onkohoz, a Quill Onko pedig helyileg, hogyha sétálni szeretnél. Ittól van az öreg, ahol föl lehet venni a bountikat. Sziasztok! Szia! Annak a háta mögé bemenve van itt egy fönt egy ajtó, és oda csak tenóval tudsz bemenni. Rányomsz az X-re, és ittól látod, hogy itt van, hogy Amp Assembly. Arra, ha rákattintasz, amit láthatod, három alkatrészből össze tudsz tenni egy tenó fegyvert. Úgyhogy Prim Scaffold és Brace-re van szükséged. De még mielőtt összeraknád a fegyvereket, elő tudod nézni őket, hogy milyen adatokat szeretnél, vagy szeretnél elérni. És például így berakod ezt, most berakod ezt, és most mondtam valamit, berakod ezt. És akkor láthatod, hogy mit tudom, kritikus esély 28%, tehát hogy milyen adatai vannak annak az adott fegyvernek, amit ki akarsz venni. Nagyjából, ez egy egész jó fegyver lenne. Ja, igen, egy ilyen amúgy van azt akkor. akartam összerakni nekem. Ezen van most, ezt raktam össze. Ja, Granum Plus, Benches, Scaffold, Locrim Race, ezt raktam össze, ez a gránátvető és ilyen sniper keverék. Szerűség. Szóval egész kulturál, de kell neki ez az Arcane Strike. Na, és de ahhoz, hogy megszerezd a fegyvereket, ahhoz szinteket kell lépjél tulajdonképpen a Tenó szindikátusnál, ugye a Quill Standingnél. És ahhoz, hogy szinteket tudj lépni a Tenó szindikátusnál. Szia, Roli! Ahhoz, hogy szinteket tudj lépni a Tenó szindikátusnál, ahhoz farmolnod kell ejdolonokat. És az ejdolonok dobják ezeket a kórokat, amit itt látsz, Exceptional Sentient Core, Intact Sentient Core, és Flawless Sentient Core. Na most ezeket a kórokat, amit itt is látsz képernyőn, be tudod váltani standingre, amit itt karikázok be, és annak a daily limitje az éppen annyi, mint amennyi a mastery rankod. Szóval én már 20 000. beváltottam a mai daily limitet. Szia, Dénes! Beváltottam a mai daily limitet, így aztán már nem tudok beváltani, csak holnap. És ugye, ha beváltod a daily limitet, itt megnövekszik a pontszámod. Na most eldöntheted, hogy ezzel a pontszámmal megléped a következő szintet, és azért beáldozod ezt a kredit mennyiséget, és azt, amit kérnek. Master Rank, igen, így is mentő, mondjuk 25.300, hogy pontosítsak. De igen, szóval beáldozott vagy, a beáldozott pontokért cserébe megvásárolod, amire szükséged van. Tehát például itt van ez a Klapka Brace, az ugye Tenno fegyvernek egy alkatrész, ezt meg tudod vásárolni 2000 ilyen standing pontért. És így tovább, és így tovább. És akkor amint megveszed az alkatrészeket, amire szükséged van, hogy összerakj egy tenófegyvert, ugye a pontokért cserébe, ki tudod őket váltani, de természetesen ahhoz, hogy egyes blueprinteket ki tudj váltani, bizonyos szinten kell, hogy legyél. Szóval mindenképp lépjél legalább három szintet, hogy a legjobb cuccokhoz már hozzáférésed legyen,
és ki tud őket váltani, és onnantól kezdve kezdődik el egy gyorsabb folyamata a dolognak, hogy attól kezd már így izgalmasabb lenni az egész ejdolonozás és cetusformolás dolog. És akkor tegyük fel, összeraksz egy fegyvert a három alkatrészből, és onnantól kezdve, amit látod, itt vannak ezek az árkének. Van ezek a zöld jelűek, vannak a sárga jelűek, és még létezik a piros jelűek is. A zöld jelűek a tenó fegyverekbe lehet őket beépíteni, a sárgát a ruhákba vagy a tenó kalapokba lehet beépíteni, és a pirosakat pedig a zókba, azokba a kardokba, amiket itt Cetuson lehet szerezni, lehet beépíteni. Na most mindegyik fegyver, tenó fegyver valami mást szeret. Ha nagyon akarjátok, akkor lefordítom, hogy konkrétan egyes mit tudnak, de például mostanában egy nagy kedvenc, ez a Virtus Strike egy adott fegyverhez. Ez azt csinálja, hogy ha kritikus eséllyel lősz, tehát mondjuk ha kritchenszel lő a fegyvered, akkor megnöveli a kritikus damage-edet egy bizonyos eséllyel. Vagy hol a Fury? Virtus, ja, Virtu, hol a Fury? Nem látom a Fury-t. Vigor. Na igen, akkor megmondtuk egy másik példát. A Magus Vigor, a Vigor az a tenódnak extra életet ad, hogyha kijössz a Warframe-edből. Na most úgy gondolom, hogy ezek az árkének elég, az eléggé szükségesek ahhoz, hogy a tenód egy effektív módon működjön mindenhol a játékban, hogy úgy mondjam. És jó, hogyha vannak, ha nincs, nem baj, akkor macerább működni, de hogyha egy-két árként beépítesz a tenódnak és a fegyverednek, akkor már mindjárt jobban leszel. Na most, ugye ebből jön a következő dolog, hogy hogyan és mi kell az árkénekhez. Rámegyünk ugye a standingre, hogyha kiváltasz egy árként, akkor látni fogod, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy legyárs, és az egyik legfontosabb alkatrész, ugye a Radiant Centrium, továbbá a halak. Sajnos kurvasokat kell halásznod, és kurvasokat kell farmolnod ezeket a Radiant Centriumokat, és most ajánlom nagyon-nagyon-nagyon annak, aki ebbe belevág, hogy vegyen boostereket, drop chance boostert, és resource drop boostert is kéne venni, mert akkor őszintén mondom napokat, heteket spórolsz meg a farmolással, tehát órákon belül össze tudod farmolni azt, amire szükséged van egy fegyverhez, és egy arcanehez. Mindenképp. Tehát annyit megér az a háromnapos drop chance booster és resource drop booster, azt a platot megéri. De kell hozzá Celtus víz, barátom. Kurva sok, de a dolog ahhoz kell, nem azokhoz kell, hanem ezekhez kell a Celtus víz. És amit látjátok, nem ez a 10 cetus wisp az még úgy rendben van, az elfogadható, de van olyan, amihez 20 cetus wisp kell. Kell a cetus wisp, de azt is meg tudom nektek mutatni, hogy mi egy ilyen kör legalább 3-4, hát azért elég nagy kocka lehetsz. Tehát én ettől őrületet kapok, ettől a 3-4 napnyi farmolástól. Tehát van itt egy srác Klevert, mi nekifogtunk, és hát konkrétan egy óra, másfél óra, két óra alatt, Klevert, nem tudom, kb. Két óra alatt összeformáltuk, amire szükségünk volt. Szóval 3-4 nap, vagy két óra, két max. 3, hogyha nagyon ügyetlen vagy. Szóval 3-4 nap alatt lehet, hogyha nincs, tehát tényleg össze lehet, csak szerintem kurva, nem feltétlenül éri meg a munka. De viszont mielőtt be tudnál építeni egy tenó fegyverbe egy árként ahhoz úgynevezett gildelésre van szükséged, amit tök fölöslegesen találtak ki, de hogy kelljen valamit csinálnod. Az olyan, mint a gildelés, mondhatni olyan, mint a kódban a fegyvertreszt is. Mondom ezt a Warframe-eseknek, igaz? És itt tudod gildelni a fegyveredet az Other Service alatt, és azért a filózófia, hogy macska, kell, nem. A tenóra, nem, nekem nem kell hasonló a tenóra. Kritre még mindig jó, szóval inkább a darzát hozom. És ha Cetus Wisp farmolásról van szó, akkor itt a klánban mi egy kibejárogatós módszert szoktunk alkalmazni. Ahhoz, hogy ezt egész gyorsan és effektíven tudjuk csinálni.
Kell egy karakter, ami gyorsan tud futni, de igazából kurvára mindegy. A lényeg az, hogy mi van abba a karakterbe, és neked erre van szükséged. A Thieves' Witre, illetve hát nem Corrosive Projection-re, csak én eladtam az auramodat. Mi a neve? Mi a neve az auramodnak, ami radart ad? Loot detektor. Loot Detector, köszönöm szépen. Szóval Thieves' Wit és Loot Detector auramoddal sokra mész. Továbbá Animal Instinct. egy bármilyen sentinellel, amiben van Animal Instinct. Ennyi. Igen, van csesz a kutyám, nem kell csesz a kutya, de Isten ments, hogy én azt hordozzam magammal. Nem vagyok a híve a csesszának, hogy őszinte legyek. És hát én nekem általában van itt egy útvonalam, amit beszoktam járni gyorsan a nézával, és az út közben eső, ha úgy adódik, kék, vagy éppen akármilyen útközben eső izéket, az útközben eső kék szarokat kifarmolom. Mert ugye az is látszódik, ha fölnéztek a radarra, akkor látszódik, hogy hol vannak a maguk a kék, vagy igazából bármilyen bányászható cuccok, merre járnak. És van ez a nagy tó körül általában szokott lenni cetus víz. Nem nagyon szoktam megállni, csak végig megyek a lehetséges spawnpointokon. Azt a két kis tót meg szoktam még ott nézni, de ha nincs, akkor már állok is tovább, mert pedig itt most nem lesz. Végigrepülöm a kis tavat, és nagyjából elmegyek a nagy tó felé. A nagyon nagy tó felé. És nem, tehát végigjáratnám az összes tót itt végül is, de nem érzem szükségét. És már látjátok, tehát már ott is van egy. Az igazság az, hogy nappal kettő max, bocs, egy max kettő terem, és ezért viszek boostert magammal. És általában ilyen kettő, hát ugye, hogyha boostert viszel, akkor kettőt fogsz kapni. És hát nappal kettesével, négyesével megyek ki, és amint megszerzek egyet, nagyjából végigjárom ugyanúgy az területet, amire szükséges. Ott van még egy. És hoppá. Ha útközben úgy akad kő, akkor azt is kiveszem. És itt van még hátul ez a tó. És itt is szokott lenni egész gyakran. És nagyjából ezt az útvonalat járom be, hogyha nagyon cetus vizet kell farmolni. Na most ugye szükséged lesz legalább 100 darabra, szóval boosterek nélkül lesz 100 kör. Sok sikert! Című történet, úgyhogy én ezért ajánlom, hogy annyi platot farmoljatok össze, hogy legalább a 3 napos boosterekre jusson a dolog, és akkor kimegyek és bejövök, és ez ismétlés és ismétlés, mindig lesz egy cetus víz legalább, tehát nagyon-nagyon szia, nagyon-nagyon mi az, kevés szer fordult elő az, hogy nem dobott cetus vízbe.